Meryl Streep, Egri Márta. Liam Neeson, Máté Gábor. A gyanú árnyéka. További magyar hangok. Bartuc Attila, Mánya Zsófi, Csulya Imre, Várkonyi András, Juhász György. Magyar szöveg Patarica Eszter, hangmérnök Kardos Péter, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Gelencsér Adrien, szinkronrendező Lakos Éva. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Zenéjét szerezte Howard Shore. Fényképezte Luciano Tavoli. Készült Rosalind Brown regénye alapján. A forgatókönyvet írta Ted Talley. Rendezte Barbet Schroeder. Az élet teljesen kiszámíthatatlan, és egy csapásra megváltozhat. Előtte azt hiszi az ember, hogy tudja, milyen is ez a világ. Utána pedig minden más lesz. Nem rosszabb. Talán nem. De más lesz. Mindörökre. Én ezt nem tudtam. Míg a családommal meg nem esett, nem tudtam, hogy van utána. Mint ahogy azt sem tudtam, hogy ezzel számunkra az előtte végleg le is zárul. Ez nem fog fájni, TJ, ígérem. Ez az én különleges bibi lámpám. Láttál már valaha varázslatos bibi lámpát?
Nem kellett volna elcsennie a bátyja szánkóját. Nagyobb a szánkó, mint ez a tökmag. Sürgősen várják odalent. TJ-nek szerencséje volt Mrs. Foley, de azért még figyelni kell rá. Ha a szédülésre vagy hányingerre panaszkodna, vagy ha csak aluszékonyabb lenne, azonnal hívjanak fel, oké? Ez nem is varázslámpa, hanem egy tök sima zseblámpa. Igazán? Na figyelj, fújj rá! Látod? Jó legyél. Igen. Igen, értem. Rendben. A szülőket már értesített. Igen, vége. Meghalt. Nem hiszem el. Még újra érezhetjük. Adjátok ide. Amúgy sem volt sok esélye rá, hogy túlélje. Nincs mit tenni. Megpróbáltunk mindent. Kapcsoljátok ki a gépeket. Mi történt? Egy gazember megverte, és ott hagyta a szerencsétlent a Poor Farm Roadnál. Ott hevert a hóban a tó közelében. Mindent megtettünk. Tudjuk, hogy ki a lány? Martha Taverner. Martha Taverner? Istenem, hisz őt ismerem. Egyszer még kezeltem is, amikor maga szabadságon volt, emlékszik? Igen. Bárki is tette, még szabadon kúszál. Akárhol lehet. Te, apa? Ja. 10 deka őrölt kömény mag? Fúj, mi ez a kömény mag? A kömény mag a legalapvetőbb. Fontos, fantasztikus és abszolút titkos összetevője apácsiének. Szia, anya! Szervusztok! Jacob! A drágalátos kisfiad egyre trehányabbul parkol. Megőrít. Össze-vissza állnak a kocsik a garázsban. Ben! Esküszöm, alig bírtam az enyémet beküzdeni. Ellenkezik az elveivel, hogy rendesen beálljon. Szia. Szia. Hadd idok egy kortyot. Hi. Te reszkedsz? Csak átfagytam. Ülj le. Apa, ki fut ez az idő? Egy pillanat. Károly, mi baj? Volt majd kellemetlen esetünk a kórházban. Mi történt? Apa, gyere gyorsan! Fran! Dr. Ryan? Eredj már, akkor szólítottál utoljára a doktornak, amikor ide költöztünk. Szia, mami! Ben! Szervus, Judit! Kicsim. Kapitány úr, csak így egyenruha nélkül. Elnézést, hogy rátok török épp vacsora időben. Megkínálhatlak egy sörrel most, hogy nem vagy szolgálva? Nem, közt nem kérek semmit. Jacob itthon van? Fenn kuksol a szobájában, fülhallgatóval a fülén, hisz ismeren. Nem találkoztál vele? A műteremben voltam. Beszélni akarsz vele? Hívjuk le, Fran? Szólok neki. Menj fel érte. Valami baj van? Hát igen. Sajnos egy elég rémes dolog történt ma kint a Poor Farm Roadon. Megöltek egy fiatal lányt. Tudom, láttam szegényt. Hogyan? Behozták az ambulanciára, de már nem lehetett megmenteni. Rettenetes volt. Jézus. Ezt kezdtem el mesélni, mikor megjöttem. Borzom. De Jacobnak mi köze mindehez? Ó, Istenem. Bár ne nekem kellene elmondanom, de muszáj. Jacobot együtt látták a lányjal. Érte ment munka után. A lány a tanítás végeztével Jason Ilárul fagylaltott. Jacob odament érte a kocsijával, és együtt hajtottak el, ahogy szoktak. Amennyire jelenleg tudjuk, Jacobban látták őt utoljára. Arra célzol, hogy Jacob járt ezzel a Martha Tavernerrel? Nem. Ha jól értem, arra célos, hogy Fran itt áll a konyhában, és azt állítja, hogy szerint a fiunk volt. Szentség itt neki, te nem vagy magadnál. Higgadj le, Ben! Ez nem igaz. Megadj fel mindjárt a vizet. Egyszerűen csak beszélni akarok a fiaddal. Jacob! Nincs fel, mindenit megnéztem. Hát én ezt nem értem, hiszen a kocsija ott áll a garázsban. Az előbb néztem, amikor... Van itthon egy pótkulcs a kocsihoz? Igen, azt hiszem van. Apa! Ne izgulj, valami félreértés történt. Később elmagyarázom, rendben? Egy pillanat, várj egy kicsit, ezt nem teheted.
Ugyan mi? Nincs hozzá jogod, hogy csak úgy szaglász valaki másnak a kocsijában, ugyanis jogilag ez az én kocsim, és nincs házkutatási parancsod. Éven, csillapodj, biztos, hogy mindenre lesz valami egyszerű magyarázat. Jacob meg az a Taverner lány már biztos rég elváltak egymástól, mielőtt ez történt volna. Nyilván Jacob kitette valahol. Vagy esetleg a lány kiszállt és elment. Ezzel különböző... Fred, honnan tudjuk, hogy a fiunk jól van-e? Hát, ha valami őrült, mindkettőjüket bántotta, és Jacob is megsebesült, vagy elrabolták. Ó, Uramisten! Caroline, Jacob érdekében, hát, ha a kocsiból megtudunk valamit. Nem! A szülei vagytok, persze, hogy óvni próbáljátok. Nekem is vannak gyerekeim, de... Ben, van valami, amit tudsz, de nem akarsz elmondani. Na és te, Judith, te nem tudsz valami... Hey! Mit képzelsz? Judithot hagyd jól ki ebből. Jól van, kérlek, ne kiabálj, Ben. Mondok én neked nem valami. Én ismerem a fiam. Fren, csak segíteni próbál, drágám. Nem akartam, hogy ez legyen. De ha rákényszerítek, megkeresem Grady bírót, és kérek egy házkutatási tessék parancsot, azonnal jön vissza. Tedd azt! Nyugodj meg. Semmi baj. Alaposan körülnéztél? Biztos? Mindenütt? Hogy nem kellett volna, hogy megnézze a kocsit? Mit fészkes fenét. Csak ha az ügyvédem mondja, hogy muszáj. Figyelj, megvannak a magunk jogai. Bárhol legyen is, és bármit gondolnak róla, Jacobnak is vannak jogai. Azért csak haladjunk lépésről lépésre, rendben? Mi ketten átkutatjuk a házat, a pincétől a padlásig. Én megnézem a garást és a műtermet. Ott sincs, körbe telefonálom a barátait. Caroline, nem ártana vendőrt is felhívni. Ha? Ezt én is tudom, Wendell. Anya. Várj! Ha Fran visszajön, mi tökéletesen... Tudom, hogy ez egy kisváros, de az én városom is. Úgy lesz, ígérem. Ez bízd csak rám, siess, jó? Ügyvédek. Anya. Tessék. Jacob nagyon dühös volt ma reggel. Azt mondta, lehet, hogy még iskolába sem megy. Miért? Mi történt? Apa meg ő... Szóval csúnyán összevesztek.
Min? Tudod, hogy Jacob bérelni akar egy menőkocsit a bárra, hogy azzal furikázzon. Uh-huh. Apa megkérdezte, hogy miből akarja kifizetni, mert az efféle szórakozást nem adják ingyen. És ideje, hogy Jacob fedezze a saját költségeit. Apa is tudja, hogy Jacob nem lesz képes időben összeszedni a pénzt. Uh-huh. Közben ez a hülye megígérte a haverjainak, hogy elfuvarozza őket. Sőt, még Mártának is henceget vele. Mártának? Te tudtál erről a lányról? Judith, áruld el nekem, mióta járnak együtt? Szeptember óta. De Jake megesketett, hogy nem mondom el. Apának azt vágta a fejéhez, hogy azt hiszi, amiért nagyművész, rá nem vonatkoznak a szabályok, de a fiára igen. És képmutatónak nevezte. Erre apa szörnyen kijött a sodrából. Ennyire még sosem vesztek össze. Anya, én úgy félek. Te nem láttad az arcukat, mert nem voltál ott. De apád csak azt szeretné, ha Jacob kötelességtudóbb lenne, ezért próbál a büszkeségére hatni. Talán néha túl szigorú vele, de szeretetből teszi. Érted? Nagyon szereti őt. Anya! Ben, mit csinálsz itt? Csak megnéztem a kocsival. Nincs jogom a saját garázsomban tartózkodni? Mióta matadtál itt? Néhány perce. Nem tettem egyebet, csupán körülnéztem, de semmit sem találtam, semmi gyanúsat. A stuszkulcsot.
Mi van a parancsa? Ben. Csak magadnak keresed a bajt ezzel. Nem gondolkodsz józanul. Hogy segítsek, ha nem bízol bennem? Tied a pályam. Mindig ilyen disznóol van benne. Ezzel szállítom a szerszámokat, meg az anyagokat a munkámhoz. Caroline autóját nem használhatom, olyan háklis rá. A jeep viszont túl kicsi. És mi van a padlóval? Honnan származik ez a sok fűrészpor is? Mik ezek a friss faforgás darabok? Mondd csak, hülyének nézel, Ben. Vagy amatőrnek tartasz? Na jó van, belenéztem a csomagtartóba. Onnan pereghetett ki a fűrészpor. Talán ez bűn? A kocsit hivatalosan lefoglalom. És hadd mondjak neked valamit. Ha kiderül, hogy Jacob bajban van, akkor te is bajba kerülsz. Most pedig lássuk a szobáját. Átkutatod Jacob szobáját? De még mennyire? Hú! Hé, ha ráakadnál az ágyára, szólj, mi már évek óta nem lát. Nem tetszik a stílusod? A legkevésbé sem nevezném szolgálatkésznek, főként az adott körülmények között. Nincs gyakorlatom az ilyesmiben az adott körülmények között. Meg akarom nézni, hogy bent mi van, de előbb nyissuk ki ezt a ládát. Borítsuk ki egészen, ne maradjon az alján semmi. Húzzuk el az ágyat. Maga addig utassa át a fiókokat. Egyet se felejtsen ki. Folytassa tovább egyedül. Nézzel meg mindent. Igenis, uram. Hé, bocs, hogy útban vagyunk? Helyiségek, a lakók, átkutatás. Most már talán megérted az ellenállásomat. Olyan ostoba és értelmetlen ez az egész. Miért nem Jacobot keresik meg? Nocsak-mocsak. A legfelső fiókban volt elrejtve. Na és? Ez mégis egy nyom, nem gondolod? Ez bizonyítja, hogy ismerték egymást. Fran, ezt senki sem vonta kétségbe. Bocs, hogy elkéstem. Ne haragudj. Feltéve, ha ez az a lány. Igen, ez ő, Márta Taverner. A házkutatási parancs. Fran, egy teljes listát kérek a házból elvitt holmikról, egy aláírt elismervény kíséretében. Ó, Caroline, még egy kérdés. Mikor adtad kölcsön Jacobnak a kocsi emelődet? Mit? Csak érdekelne, hogy egy rozzant öreg Chevyben miért van egy modern 94-es Ford emelő? Éj, erre ne válaszolj! Fran, ne akar csőbe húzni őket. Gyere, beszélgessünk kint egy kicsit, jó? Nézd, az is lehet, hogy Jacob ott sem volt, de Caroline és Ben kijátsszák a törvényt, ezzel nem segítenek senkit. Úgy tűnik, mintha egy bűnügyi nyomozást vezetnék. Nem, kifejezetten a jó barát beszél belőle. Caroline, gyere, gyere, kérlek, akarok valami mondani. Micsoda? Mit ért azon, hogy... Figyelj. A csomagtartó csupa vér volt. Vér? A lány vére volt az emelő. Honnan veszed, hogy az a lány vére?
Jézusom, az Jacob ére is lehet. Mutasd, hadd nézzem meg. Nem, jobb, ha nem látod, hidd el. Egyébként is mindent elrendeztem. Mi? Hogy érted azt, ami égető volt, elégettem. Az emelőt szétszedtem és lemostam. Jaj, le. De ahhoz kevés volt az idő, hogy még így is találhatnak valami szöveteket, vagy mikroszkópikus izéket. Az Isten se tudja, miféle teszjeik vannak már. Miket beszélsz? Bár több időnk lett volna. Hogy jutott eszedbe? Nem lehet a bizonyítékokat csak úgy megsemmisíteni. Megőrültél, és ha valami olyat tüntettél el, ami segített volna rajta? Az ég szerelmére ne es pánikba, könyörgök. Gondolkoznunk kell, és aztán döntenünk. Miről kell nekünk dönteni? Azt a lányt már semmi sem támaszthatja fel. Sajnálom, de túl késő, most Jacobra kell gondolnunk. De Jacob ártatlan. A fiunk nem gyilkos. Könnyen lehet, hogy ő is veszélyben van. Honnan tudhatnád, hogy egyedül ültek-e a kocsiban? Valaki más is lehetett ott, aki megölte a lányt, és elrabolta Jacobot. Te pedig akadályozod a rendőröket abban, hogy megtalálják. És mi van akkor, ha csak egy baleset volt, és Jacob most rémülten menekül? Egyszerűen nem ismerjük a tényeket, Ben. Azt sem tudjuk igazából, mi történt. Rendben, elmentek, de most mondjatok el mindent. Hé, ne féljetek, én a barátotok vagyok. És fiamként szeretem Jacobot. Az összes színpadi szereplését megnéztem, sőt, $50 adtam neki jótékonysági célokra. Veletek vagyok. Van valami, amit tudnod kell. Hé! Mit képzelsz? Mit képzelsz, Ben Ryan? Talán ezen túl megszabod, mikor beszélhetek, és mikor maradjak csöndben? Te hallgathatsz, ha akarsz, lelked rajta. Ez Jacob! Halló. Igen? Ki beszél? Remélem, jól fog aludni az éjjel. Igazán, nagyon együttérző. Caroline, jobb, hogy csak egy igen, megvan az első jó akarunk. Igen, képzelje, most büszke magára? Hát esze az biztos nincs sok, de a reflexei igazán irigylésre méltóak. Nyugodj meg, drágám. Ne vedd be szívedre. Jól van. Asszonyom, kérem, mi már átfésültük ezt a területet, és ott valaki a kutyáját temette el. Mi kiástuk, aztán visszatemettük. Nem látták a fiunkat? Visszamegyek dolgozni. Várj egy percet. Várj egy percet. Ez őrültség. Élnem kell az életemet, értsd meg. A betegeknek is szükségük van rám, függetlenül a családi problémáinktól. Vagy itt leszek 10 perc múlva egy monoklival a szemem alatt, vagy csak este jövök. Szeretlek.
Én is szeretlek. Szia. Jacob. Mi lesz, ha soha többé nem látjuk? Jaj, drágám. Ne veszítsd el a reményt. Erősen hinnünk kell benne, hogy valahogyan visszatalál majd hozzánk. És akkor így is lesz. Biztosra veszem, hogy ennek a históriának más magyarázata van. Szentül hiszem. Kedves mindannyian, némi időbe telt, amíg eljutottam Bostonba ebben a viharban. Nem volt biztos, hogy sikerül. Lehet, hogy tovább állok, de az is lehet, hogy itt maradok egy ideig. Megpróbálok kiírni, tudom, nem szoktatok, de most imádkozzatok. Két nappal ezelőtt adta fel. Ezek szerint életben van. Lehetetlen, ezt nem Jacob írta. Ez az ő kézírása. Úgy értem, valaki kényszerítette rá, hogy ezt írja. Mit számít az? Most az a lényeg, hogy jól van. Mit csinálsz? Felhívom Frent, azt hiszem ez fontos Frent. Lehet. Caroline, hallgass ide, volnál szíves figyelni rám egy percig? Ha Frent ezt meglátja, azonnal elrendeli, hogy figyeljék a postánkat és hallgassák le a telefonukat. Attól kezdve többé nem hallasz Jake-ről. És ez csak a kezdet. Ha hajtóvadászatot rendeznek majd Bostonban, akkor tovább szökik, Isten tudja hová. Gondold végig. Azt akarod, hogy elkapják? Én csak vissza akarom kapni a fiamat. Szeretném átölelni. Szeretném a fiamat újra átölelni. $7.28. Igen, tessék, itt az apró. Ez az, akire gondolod? Igen. 10 és még egy 10-es. Az apja? Igen. Köszi. Ben Ryan? Fel a fejjel, örege. Megtennéd, hogy ezt felváltod, Joe? Nem látták a gyilkosunkat? Éjszakát, Karen. Reggel 8-ra jövök. Mrs. Weber lemondta a vizsgálatot, doktornő. Azt mondta, biztos megérti.
Értem. Jó ét. Jó ét. Szervusz, Doki néni. Ah, TG, szia. Képzeld, lázas vagyok. Komolyan, és fáj is valami? Gyere, kincsem. Bocsasson meg. Saint Louis, március 11, ez a harmadik képes lap. És csupán két nappal később már Los Angelesben volt. Szervusztok! Egy újabb lap, Kaliforniából. Mit keresed idekint? Még megromlik. Ez minden? Csak ennyit tudsz mondani? Hogy Frennek nem mutatod meg, azt még megértem, de te Wendelt sem vagy hajlandó beavatni, pedig ő az ügyvédünk és a barátunk. Ez kiderül, nem tudjuk, hogy használhatják fel Jake ellen. Talán később még a javunkra is válhat, hogy hallgatunk. A javunkra? Várj, várj. Halló. Wendel, mi újság? Kapcsolod a tévét, a híreket. Igen, igen, kösz. A tüntetők elin... Jacob Ryan, 16 éves highlandi lakos, akit a Martha Turner ellen elkövetett gyilkossággal gyanúsítottak, immár 5 hete szökésben volt. A fiút ma délután a háta mögött látható házban letartóztatták. Az ifjú szökevény állítólag egy barátja lakásán rejtőzködött. Értesüléseink szerint a gyanúsítottat jelenleg a fiatalkorúak börtönében tartják fogva, és onnan szállítják át a holnapi kihallgatásra. Szervusz, kisebb. Hála Istennek, hogy nem esett semmi baj. Hogy vagy, fiam? Hol voltál? Jake, először is a húgod a lelkemre kötötte, hogy kérdezzem meg. A képes lapok. Szóval, de tényleg jártál mindazokon a helyeken, Jake? Vagy végig itt bujkáltál a barátod Darren lakásán, ha? Apád kérdezett valamit. Hajlandó vagy szóba állni velünk? Épp a szüleivel beszél. Ugye nem gondolod, hogy időtlen időkig kibírod ezt a hallgatást? A rendőrök itt nem haladnak, és mi nem mondtunk ám nekik semmit. Nem. Még mindig haragszol rám. Ez a baj? Vedd tudomásul, hogy az apád kiállt érted. Bizonyosan. Kérlek. Jake. Szentséges úristen, itt van egyáltalán fogalmad róla, mi mentünk keresztül, hogy mit csináltunk végig? Tudod, hogy miért vagy itt? Megmondták neked? Tudod, mi történt Martha Tavernerrel? Hányan, letartóztatási parancsot adtak ki ellened. Felfogod? Igen, ez igaz, de ettől talán még hazajöhetsz, csak előbb megjelensz egy kihallgatáson a bíró előtt, de Wendell Bay is ott lesz melletted, hogy segítsen, és mi ketten is ott leszünk majd apáddal. A bíróságon jobban tennéd, ha beszélnél. Jake? Nem tudná ránk nézni? Mit ad beléd? Gondold végig, mit mondasz majd Wendelnek. Az ő idejét ne vesztegesd hiába. Úgy látom, indulnak. Vezessék el a fiút. Én kikísérem a szülőket.
Indulás. Ne legyen óvadék, börtönben a gyilkos helye. Jacob Ryan, hallotta, hogy mi a vád maga ellen? Fiatalkorú gyanúsítottak esetében igaz vagy nem igaz válasz kérünk. Tehát mit felel a vádra? Nem igaz. Jacob Ryan már régóta itt lakik. Amúgy kitűnő tanuló és büntetlen előéletű. Miután jelenleg is még fiatalkorú, ezért tisztelettel kérjük, hogy óvadék ellenében engedjék szabadon. Jacob Ryant egy rettenetes és szinte hihetetlen bűn elkövetésével vádolják. Mi több, az is bizonyításra kerül majd, hogy a tettét tovább súlyosbítva, előre megfontoltan, hidegvérrel, szándékosan és habozás nélkül eltüntette a bizonyítékokat. A város egyetlen szülője sem, és persze egyetlen leány sem érezheti biztonságban magát, ha Jacob Ryan újra szabadlábra kerül. Az ügyészség követeli az óvadék megtagadását. Marion, nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a fiú veszélyt jelentene városunk polgáraira. Bíró úr, arra is gondoltam, hogy a lakosság milyen veszélyt jelentene ránézve. Gyanúsított, álljon fel! A tárgyalásig szabadon engedem. Az óvadékot 250 000 dollárban állapítottam meg. Ide hallgass, fiam, tőlem azt csinálsz, amit akarsz a magad katatum módján, de ezt az ajtót eszedbe ne jusson kinyitni. Megértetted? Jude... Jacob, sütöttem neked sütit. Jacob? Esetleg szívesebben ennél egy kis levest előbb? Vagy inkább egy szendvicset kérsz? Mi baja van, anya? Azt hiszem, békén kell őt hagyni egy pár napig. Vitáztunk aznap reggel. Én felemeltem az öklömet, és majdnem megütöttem. Ezt mindketten tudtuk. És én ezzel a düvel kergettem ki Jake-et a világba. De nem ütöttél. Nem ütötted meg. Mindenki veszekszik néha. Az emberek folyton vitáznak. Ha én vagyok az oka mindennek, hogy tehetem jóvá? De hisz még azt sem tudjuk, mi történt. Ha elkezdjük önmagunkat, vagy egymást hibáztatni, hogy fogjuk ezt túlélni? Ha összeszedte magát és megérett el, majd elmondja, mi történt. Hidd el. Most csak az a lényeg, hogy újra együtt a család, és ő is itthon van. Végre, itthon van. Jacob.
vád talált szemtanúkat. Bár olyan egy sincs köztük, aki valójában látta volna a gyilkosságot. Legalábbis egyelőre. Akkor ezek az emberek mégis mit állítanak, hogy mit láttak? Kettőjüket Jake kocsijában, azt hiszem. És talán azt, hogy a kocsi megállt a Poor Farm Roadon. Az ügyész azt állítja, hogy Jake bizonyítékokat semmisített meg. Neki végül is az a dolga, hogy ezt állítsa. De a gyilkos fegyver nincs meg. De ez a tény nyilván nekünk jó, hisz így a vád ingatag lábakon áll. Igen, véleményem szerint a bizonyítékaik csak közvetettek. Nem értem, Wendell, akkor miért akarsz kiszállni az ügyből? Félreértitek. Nem erről van szó. Nézzétek, én jelzálogokkal foglalkozom. Nektek egy szakember kell, egy bűnügyes fickó. És higgyétek el, akit ajánlok, az a legjobb ezen a területen. Panos Demeris, amerikai görög, aki Springfieldben él. Egész életében, ha egy pert elveszített, meggyőzi az esküdteket, hogy avassák szenté Jake-et. Na és mi a helyzet az igazsággal? Az nem is számít? Az igazság, Mrs. Ryan, az nem mindig olyan egyszerű. Engem csupán az érdekel, hogy csak olyanok ügyét vállalja-e, akiknek hisz az ártatlanságában. Az ügyfeleim döntő többsége 5 éves kora óta minden volt már, csak ártatlan, nem? De ettől még megilleti őket a védelem. Megengedik, hogy egyek közben? Ez most késői ebéd, Mr. Demeris, vagy korai vacsora? Leginkább reggeli, azt hiszem. Tudják, volt egy tárgyalásom, ami nem akart véget érni. Hát akkor lássuk. A fiú Jacob. Abból, amit elmondtak, hétköznapi gyereknek tűnik. Még ez a hallgatás is normális. Azt reméli, ha erősen kitart, akkor az egész dolog egyszer csak eltűnik. Kamaszok, Istenem, ne hagyj el. De ha megengedik, kérdeznék valamit. Kérem, tekintsék közömbös kérdésnek, a világért sem akarok vádaskodni, de a düvel. Jacobnak van valami gondja a dühe kifejezésével? Úgy értem, inkább magába folytja a dolgokat, vagy egyszerűen felrobban. Tudják, azért kérdezem, mert ha bármi ilyen történt, akár egy kis bunyó, inkább maguktól hallja, mint a vád tanuljától. Mr. Demeris, nem volt semmilyen kirívó eset. Jacob egy nagyon kedves személyiség, udvarias, figyelmes, szeret való. Rendben, de meg kell, hogy értsék, kedves. Jaj, elnézést, hogy szólítsam önöket. Ben és Caroline. Rendben, tehát értsék meg, az esküdszék az ilyen jellegű eseteket érzelmi alapon dönti el. Úgy érzik, hogy ott zörög a haraszt, ahol a szél is fúj. Nézzék, én odaállhatok és bizonygathatom, hogy Jacob a világ legtökéletesebb gyereke. Ez is egyfajta stratégia, de ők azt hiszik el, amit majd látnak, a lelki szemeikkel. És ne feledjék, hogy az, ez lesz. Istenem. Na nem, ezt nem teheti velünk. Itt ül és eszi, közben meg ezt a képet mutogatja nekünk. Mi sem vagyunk fából, vegye tudomásul. Kérem, Dr. Ryan, engedje meg, ne gondolja, hogy érzéketlen vagyok. Szó sincs róla, de ennek az ügynek semmi köze az érzékenységhez. Nem azt mondta, hogy látta a holttestet? Ez nem egy közönséges holttest, hanem egy lánya, akit ismertem, sőt, kezeltem is. Önnek lehet, hogy ez mindennapos eset, mert az idejét erőszakos, elviselhetetlen emberek közt tölti, de mi nem, ügyvéd úr, mi nem. Akkor önök nagyon szerencsések. Orvos vagyok, így elég sok mindent láttam már, de most mégiscsak a fiamról beszél. Hadd hívjon fel a figyelmét, hogy mindig valakinek a fiáról vagy a lányáról van. Ne hurrogjon le, legyen szíves, mert akkor én... Ez nem vezet sehová. Nyugodj meg, Caroline. A kiabálás nem old meg semmit. Lásd be, drága. Nézzék, én őszintén sajnálom. De ha már most nem kedvelnek, mit szólnak majd, ha ott állok az esküdtek előtt? És azzal érvelek, hogy a fiúk azért nem bűnös, mert nem volt beszámítható állapotban. Mert részeg volt, és belőtte magát. Ettől aztán teljesen álljunk csak meg egy szóra. Az én fiam nem narkós. Lehet, hogy a maga fia, Dr. Ryan, de az én ügyfelem lesz, és nem fogok önöktől engedélyt kérni, hogyan védjem. Azt kell tennem, amit a helyzet megkövetel.
És ha az én stílusom nincs ínyükre, majd hallgassák meg az ügyészt. Hajlandóvá vetve küzdeni velem, doktornő? Úgy acélosítsa meg a lelkét. Tegye félre a kényes modorát, és bízzon benne, hogy értek én is annyira az én hivatásomhoz, mint maga az orvosláshoz. Lásd be, drágám. Köszönjük. Megvitattuk a lehetőségeket, ennyi. Rendben. Vállalom a védelmét. Jake, tudom, hogy nem akarsz beszélgetni, de én feltétlenül látni szeretnélek. Felmászhatok? Kérlek. Jake és Jude, a mi erődünk kívül tágasabb. Megengeded, hogy kérdezzek valamit? Elutaztál te egyáltalán valahová, Jake? Jól van. Nincs harag. Megértelek. De csak, hogy tudd. Amíg be voltál zárva, meg akartalak látogatni. De nem hagyták. Pedig én tényleg szerettelek volna látni. Úgy tesznek, mintha meg kellene óvniuk az egésztől. Mikor még saját magukat sem tudják megóvni. Tudod, tisztában vagyok a helyzettel. Tudom, hogy anya bezárta a rendelőjét. Azt állítja, csak időlegesen. Hát persze, hiszi a piszi. Na, mindegy. Csak a képeslapokról akartalak faggatni. Nem érdekes. Bár Jude, ne menj el. Egy héten egyszer vagy kétszer kimentem a Logan reptérre. Kerestem egy járatot, ami odament, ahová én akartam. Aztán kerestem valakit, aki elvállalta, hogy feladja a lapot, amikor odaér. Azt mondtam nekik, hogy nyaralni voltam, és elfelejtettem bedobni őket, de nem szeretném, ha a szüleim azt hinnék, nem gondoltam rájuk. Utána leültem az egyik karosszékbe, a repülőtér várótermében. Behunytam a szemem így, és ültem. Elutaztam velük. Az összes helyre elmentem, Jude. De nem meséld el senkinek, jó? Más úgy se értené meg. Igen, uram, értem. Ó, ez nagyon biblikus. És ha jól sejtem, ön vetné rá az első követ. Hát akkor most jól nyissa ki a fülét. Nem, maga hallgasson. Mint jóra való polgár, vegye tudomásul, hogy a fiam ártatlan. Törvényesen van szabadlábon, mint aki semmit sem... Nem, téved. Amíg a bíróság el nem ítéli, nem bűnösebb, mint maga. Úgyhogy aludjon jól. Ja, és kellemes gyónást kívánok. Hé, apa, óriási vagy. Hiszed is, amit mondasz? Hát persze, hogy ne hinném. Elvégre az amerikai igazságszolgáltatás. Nem így értettem, hanem velem kapcsolatban. Elhiszed, hogy nem vagyok bűnös? Jake,
Nem tudom, de... Most, hogy itt vagy végre, beszélhetünk róla. Bármi is az igazság. Mi melletted állunk. Számíthatsz ránk. Ez is csak a féle szokványos érzelgős szülői duma. Erre nem vagyok bevő. Érzelgős szülői duma? Minden szülő ezzel tömi a gyereke fejét. Igazán? Ez biztos? Na és a fegyvert is elrejtik? Megsemmisítik a bizonyítékokat és hazudnak a rendőrségnek? Komolyan? Több példát is tudsz rá? Itt az asztalnál ülve kellene mesélnem arról, hogy megöltem valakit? Jake, ne menekülj, kérlek. Hazaértél, ne fuss tovább. Ha elmondom, mi történt, nem én voltam. Nem én voltam, értitek? Sokat lógtunk együtt az idén. Többször is el akartam mondani nektek. Szerettem volna, ha tudjátok, de... Pedig én mondtam Mártának, hogy tök jó fejek vagytok, de ő mégis valahogy félt a veletek való találkozástól. Aznap sajnos csúnyán összevesztünk. Attól fogva, hogy érte mentem JC fagyizójához, egyfolytában piszkált, hogy nem lesz bérelt járgány a téli bárra. Azt fejtegette, hogy ti így adjátok az én tudtamra, én meg az övére, hogy ő nem elég jó nekem. Próbáltam megmagyarázni neki, de ő csak üvöltözött velem, miközben én vezettem. Aztán váratlanul megkért, hogy álljak meg. Kiderült, hogy igazából nem is rám volt dühös. Egyszerre haragudott mindenre és mindenkire. Főként Istenre, amiért hagyta, hogy ez megessen vele, mert mint kibökte. Terhes vagyok. A helyzet tovább bonyolódott, ugyanis... Szerinte mástól volt a gyerek. Nem árult el, ki lehetett az apja, de így nyilvánvalóvá vált, hogy megcsalt mással. És még csak nem is sejtettem. Szerinte nem lehetett tőlem a gyerek, annyira vigyáztunk. Aztán jól felhúzta magát, hogy gyűlöl, és látni sem akar többé. Ráadásul ki is gúnyolt, amiért védekeztem, mert szerinte csak egy beszari alak gondolkozik így előre. Azt feleltem, elég volt. Menjünk. Szűjje meg a gyereket, ha akarja tőlem, éljen másik pasival, nem érdekel. Erre ő hirtelen hangot váltott. Jake, várj. Ne menj még. Segíthetek? Nincs semmi baj! Nézd! Az előbbit nem komolyan mondtam. Ne haragudj érte. Sajnálom. Gyere, bebizonyítom. Míg ott maradtunk egy ideig, tulajdonképpen kibékültünk. És ez jó volt, de mind a ketten szörnyen kifáradtunk. Teljesen kimerültünk, és kezdett esteledni. Így végül beindítottam a kocsit. És akkor annyi. Próbáltam rángatni, lögdösni, előbb egyedül, aztán közös erővel. Még a lábtörlőket is megpróbáltuk a kerekek alá tenni, de a végén csak egyre mélyebbre süllyedtünk. Míg nem Márta megszólalt, hozd az emelőt! Tapos havat a keriknyomba, aztán emelt fel!
De sajnos ez sem vált be. Látod, ezért nem bírom ki melletted. Most aztán mind a ketten újra begurultunk. Veled mindig ilyen szarságok történnek. Fogd be a szád, jó? Kevin vagy Matt már rég hazavitt volna. A fenébe is. Miért vagy te ilyen rémesen? Gazdag kis fütyi. A mama kedvence. Azt mondtam, hallgass! Megtettem. Megütöttem. Kiborultam. Muszáj végig mondanom. Kérlek. Igen. Mondd végig. Mártánál még mindig ott volt a kurblé. Alig került el az ütése. Néhány centim múlt, esküszöm. Tudjátok, ez a szó, hogy gyilkosság, lehetetlenül hangzik. Eszem ágában sem volt ilyesmit tenni. Nem is én voltam. Bárcsak mellé ütöttem volna, néhány centivel. Épp úgy, ahogy ő. Akkor most az lenne a legnagyobb gondom, hogy hogyan köszönjek neki a suliban. Drágám. Köszönöm. Legalább tudjuk. Ez is valami. Ugyanígy elmondja a bíróságon, mint ahogy ma elmesélte nekünk. De azok az emberek nem szeretik őt. Nem, de majd hisznek neki. Meg fogják érteni, hogy csak baleset volt. Kockáztatnád ezért a szabadságát? Nincs más választása. Töredelmesen be kell vallania. Ben, el kell mondani a bíróságot. Beszélj meg Panossal. Rendben? Nem vagyunk jogászok, Caroline. Hát, ha valamit másképp kell, mit tudom én, előadni. Holnap reggel elviszem hozzá, rendben? Korán felkeltél. Nem meglógni akartam. Lefoglalták a kocsit. De tiszta, legalábbis remélem. Nem értem. Tegnap anya mondott valamit. Jaj, Jack. Ennek az egésznek semmi jelentősége. Higgy nekem. Ebből már nem lesz gondod. De akár még te is börtönbe kerülhetsz, apa. Inkább engem csukjanak le, mint téged. Ezt hogy érted? Jacob, hallgass ide. Akkor éjjel, mikor kijöttem ide, magam sem tudtam, mit teszek. Az ösztöneim vezettek. De lehet, hogy így kaptunk egy esélyt.
Nincs gyilkos fegyver, se tárgyi bizonyíték, se szemtanú. Mi meg sosem hallottuk a vallomásodat. Megértettél? Te nem mondtad el, mi meg nem hallottuk. Jake, nem vagy köteles magad ellen vallani. Ez így van rendjén, ez törvényes, így működik ez a rendszer. Szóval, ha mindnyájan hallgatnánk, mint a sír, vád alá sem tudnak helyezni. És talán úgy kerülsz ki ebből az ügyből, hogy még előtted az élet. Igen, de mi lesz a tanúkkal? Többen is látták, hogy ott állunk a kocsiban. Azt nem tagadod, hogy ott voltál. Elakadtatok a hóban, igaz? Vitatkozni kezdtetek, és te ott hagytad őt. Dühödben. Ott hagytad a kocsit a kulccsal. Így aztán fogalmat sincs róla, mi történt vele ott az úton egyedül. És mi sem tudjuk. Várj egy kicsit, de hisz a kocsi itt volt. Meggondoltad magad. Visszamentél, és megláttad. Pánikba estél, mert sejtetted, hogy téged fognak gyanúsítani. Sokkos állapotban hazahoztad a kocsit, és elmenekültél. Ostobaság volt bizony, de mégsem gyilkosság. Azt kívánom, bár tudnék valami más megoldást. Egész éjjel ezen törtem a fejem. Ha bevallanám az igazat. A tény, hogy cserben hagytad, hogy nem hívtál segítséget, nem vállaltad a tettedet. Milyen látszatot fog mindez kelteni? Nem neked kell meggyőznöd az esküdteket, ez panosz dolga. Hadd küzdjön csak az ügyész is. Én pusztán a mondó vagyok, hogy ne játszunk a vád kezére. Miután sejtettem, hogy a rendőrség engem gyanúsít majd, és a kocsit is keresni fogja, ezért úgy döntöttem, hogy stoppolok. Tisztában vagyok vele, hogy ez ostobaság volt, de ezután minden összemosódik. Dr. Demeris, attól fogva, hogy visszamentem és rátaláltam. Jake, mit szólnál hozzá, azt mondanám, egyértelmű, hogy te tetted. Valamivel leütötted a lányt és elmenekültél. De ez nem igaz. Na, most én képviselem a vádat. És te vagy az, aki megölte a lányt. Hogyan bizonyítod be nekem, hogy nem tetetted? Hát én... Ne. Erre ne felej. Jake, ne felejtsd el, hogy erre a kérdésre nem neked kell felelned. Adják meg ők a választ. Nekik kell rád bizonyítani valamit. Nem neked kell bizonyítanod az ellenkezőjét. Szóval, hogy fest a dolog? A bíróság jövő hétfőn ül össze, addig alaposan fel kell készülnünk. Hétfőn kezdődik a tárgyalás? Nem. Ez nem tárgyalás. Még nem. A bíróság most csupán mérlegeli, hogy elegendőek-e a bizonyítékok a vádemeléshez. Ha szerencséd van, talán nem is lesz tárgyalás. De ez a tanúk végleges listájától és a törvényszéki orvosi jelentéstől is függ. Köszönjük. Köszönöm. Viszlát. Oh, Jake! Elnézést, néha egy kissé túl lassú vagyok. Merő kíváncsiságból hadd kérdezzem meg. Min veszekedtetek a lánnyal? Mitől lettél olyan dühös? Eddig elsiklottam felette. Márta közölte, hogy gyereket vár. Azt hiszem, jobb lesz, ha visszaüszkölyök. Gyere, fiam. Mástól volt a gyerek. Legalábbis ezt állította. Mi az? Ez most jó? Hogyne, ez nagyon jó, barátom. Ez a nap legjobb híre. Neked is az a meggyőződésed, hogy nem lehetett tőled a gyerek? Ezt hogy érti? Mármint... Szóval úgy... Igen, pont úgy. Én csak azt mondhatom, hogy mi mindig... Védekeztetek, mondj csak. És megesküdött rá, hogy nem tőlem van.
A törvényszéki orvostól haladéktalanul egy DNS vizsgálatot kell kérni. Intézkedem. Elnézést, ügyvéd úr. Nem értem, mi a helyzet. Ezt hívják alapos gyanúnak, Mr. Ryan. Tegyük fel, hogy a fiatalokat követte valaki, akinek jó oka volt a féltékenységre. Lehet, hogy a rossz gavallért tartóztatták le. Na? Na, mi? Szerinted hogy ment? Úgy érted, neki tetszette vagy, hogy nekem? Micsoda? A történeted. Ha persze, az én történetem, vagy inkább a mi történetünk. Jól vagy, Jake? Mi van? Emlékszel az utolsó reggelre? Amikor összevesztünk, emlékszel rá, mit mondtál? Hogy ideje volna egyedül fizetnem a dolgaimért. Képmutatónak neveztél. Jake, ha neked ez így nem jó, visszamehetünk az ügyvédhez, most még nem túl késő. Istenem. Biztos vagy benne, hogy a legjobb hazudni? Február 12-e óta a világon semmibe se vagyok már biztos, de ez van, fiam, nem látok más kiutat. Azt javaslom, előbb mentsük meg az életedet, aztán ráírunk aggódni a lelkedért. Hogy ez képmutatása, nem tudom. De annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mint ha valaki nem áll ki a családja mellett. Tényleg hálás vagyok mindazért, amit értem próbáltál tenni. Apa, nagyon, nagyon hálás vagyok. Komolyan gondolom. Gyerünk. Velem meg se beszélted. Nem is szóltál róla. Jacob döntött így, az ő élete. És te persze nem is avatkoztál bele. Megvitattuk a lehetőségeket, ennyi? A lehetőségeket. Benny, Jake a fiad. Meg van rémülve és retteg, így bármit megtenne most. Bármit hajlandó mondani, csak hogy visszanyerje a megbecsülésed, ugye tudod? El sem vesztette, én most is becsülöm. De tudod mit? Ha téged viszont kétségek gyötörnek ezzel kapcsolatban, akkor elég nagy a baj. Mit képzelsz? Hogy mersz engem vádolni? Mindent elintéztem, emiatt ne fájjon a fejed. Ezt tetted a bizonyítékokkal is. Így van, neked nem kellett bemocskolnod a kezeidet. Itt hozzáadunk egy kicsit, ott meg elveszünk belőle, persze, ez nagyon értem. Az egyikünknek cselekednie kellett. És azt hiszed, hogy ezzel könnyítettél Jacobon, hát nem látod, nem érted, hogy épp ezzel kötötted meg a kezét? Most már téged is védenie kell. Nem csak magát. És mit akarsz? Mondd, hogy 20 vagy 30 évvel fizessen az életéből egy botlásért, egy pillanatért? Hogy középkorú férfiként szabaduljon a börtönből? Kinek származna előnye ebből? Kinek? Jaj, szívem. Előbb-utóbb valakinek meg kell majd bocsátani. Két eset lehet, vagy neki a tettéért, vagy nekünk, amiért veszni hagytuk. Legyen az övé a bűnbocsánat. Jude. Tárgyalóterem. Csupa jó hír. Tehát idefelé jövet beugrottam a laborba. Elkészült a magzati szövet analízise. És megvizsgáltak a Jacobtól vett vérmintát is. Igazából elég tudományosan írják le.
Nem Jacob volt az apa. Győzelem. Jaj, hogy lehetek ilyen bamba? Egy orvosnak magyarázom a jelentést. Ez kétféleképp is elsülhet, nem? Ráfoghatják, hogy féltékeny volt, ami indítékul szolgál. Ezzel lehetőségünk nyílik rá, hogy megtámadjuk a lány jellemét. Márta Tavernier sokat veszít majd az együttérzésből. Ezzel aztán felmerül a kétség, és az adott helyzetben a kétség a legjobb barátunk. Mrs. Ryan! Elnézést! Mit történt? Mrs. Ryan, önt holnap után 10 órakor hallgatjuk meg. Igen, Pokolba velük az egész bandával! Nem tanúskodtam és nem is fogok, úgyhogy nyugodtan írhatnak, amit akarnak! Tessék, ezt fotózzák le! Nem kell léteznie valamilyen védelemnek, mentességnek, mit tudom én, valamilyen kibúvónak, hogy ne kényszeríthessék az embert a saját vér elárulására! Miért nem ezt írják meg? Elvégre ott az alkotmány, igaz? Bizony! Kérdezzék meg az ügyvédemet! Hát nem figyelt rá! Azt kértem, ha nem ért valamit, forduljon hozzám. Nem voltak kérdéseim. Keressen kibúvót. Mit képzel, hogy hirtelen találja ki valamit? A jogban nincs gyerekszülőmentesség. Mennie kéne. Tudja, mi lesz a vége? A bíróság semmibe vevésért le fogják csukni. Arra kér, hogy én is menjek börtönbe? Na, ezt a szíveséget nem teszem meg. Ne zavarják őket. Kérem, húzódjanak hátul. Nekem nincs jogom nyilatkozni. Úgy viselkedik, mintha titkolnánk valamit Jacobról. Kiforgatták a szavaimat és megpróbáltak teljesen belezavarni a vallomásomba, de ebbe a játékba nem szállok be, meg is mondtam nekik. Elvi állásfoglalást tettem. Igazán? És mi volt benne? Sajnos erről lemaradtam. A fiam nem alkutárgya és nem segítek elítélni őt. Jézusom, Ben. Nem tanúskodom, Panos. Ha ezért börtönbe vetnek, csak rajta, és ha bármi többet tehetnék, higgy el nekem, megtenném azt is a fiam érdekében. Mit műveltél? Nem mondottam meg magát! De hát itt van valami! Mondjon valami! Ben, hagyj békén egy kicsit, kérlek. Beszélhetnék veled, anya? Apáék hazudnak. Teljesen kiforgatnák az igazságot a történtekről. Hogy hagyhatod ezt? Az emberek nem feltétlenül azért mennek a bíróságra, hogy ott az igazat mondják el arról, ami történt. Mindenki a legjobb módon próbálja védeni magát. De te tudod, hogy mi történt. Mégis azt fogod tenni, amit apa mond? Jude, sosem volt még olyan, hogy megtudtál egy barátodról valamit, egy titkot, amiről tudtad, hogy ha elmondod, csak megbántod vele, ezért inkább hallgattál. Úgy gondolom, hogy ez nem kifejezetten hazugság. Csupán nem vallottál be önként valamit. Csak mert a többiek is mind így csinálják? Mert így sikerül megúszniuk? Ezek szerint hazudni kell? Néha igen, túl fiatal vagy még, ezért nem értesz bizonyos dolgokat. Én is csak most kezdek beletanulni. Eljön még az idő, amikor ne te is megtanulod. Ne gyere nekem ezzel a szöveget, meg, hogy ki nem állhatom, amikor akar... ezzel próbálsz lerázni. Mindez most történik velem, nem érted? Hagytad, hogy apa meggyőzön. Undorító. Az persze senkit nem érdekel, hogy én mit gondolok, és csak egy ostoba kisgyerek vagyok. Az eszetekbe sem jutott, hogy én is elmondhatom. Ezt meg hogy érted? Majd meglátjátok. Judith! Caroline, alszó? Ábrahám és Izsák, emlékszel a történetre? Isten azt mondja Ábrahámnak, bizonyítsd be a hitedet. Fogd Izsákot, az imádott fiadat, és áldozd fel őt. Hogy miért? Mert én vagyok Isten, és mert azt mondtam. És Ábrahám hajlandó rá. Szomorú ugyan, de megteszi. Elvágja a saját fia nyakát, ha az Úr ezt kívánja tőle. Nagyon szófogadó ez az Ábrahám. Nagyon erényes. De az emberek sosem értik meg a történet lényegét.
ki szeretné Ábrahámot apjának. Első alkalom, hogy vért ad? Igen. Mrs. Taverner. Kérem, tudja, ez volt számomra mindnyájunknak a legnehezebb. Hosszú órákat töltöttem álmatlanul, miközben Márta járt az eszemben. És szeretném, ha tudná, mennyire sajnálom a lányát. Rettenetesen sajnálom. Tudom, ez semmin sem változtat, de... Istenem, ha megtudna... Mit? Ha mit tudnék? Ha valahogy úgy tudna ránk nézni, mint emberekre, illetve mint egy családra, egy olyan családra, amelyik nagyon kétségbe esett. Ugyan árulja már el nekem, mitől vannak úgy kétségbe esve? A lányom még élt reggel, amikor elbúcsúztam tőle. Maga orvos, gondolja végig, hol van most szegény. Mondhat hát akármit, nem kell szánalmat bennem. Én nem a szánalmát kérem, én egyszerűen csak... Megpróbálják felmentetni a fiúkat. A nagymenő ügyvédjükkel, meg a pénzükkel. Most is szabadon járkálhat, és maguk megpróbálják kimosdatni. A maguk félék azt képzelik, hogy maguké a világ. Maradjatok benn, hívjátok a rendőrség! Ne, Ben! Apa, ne! Hé! Hé, gyertek, ki jött az öreg? Hé, gyere, ide te gazember! Na mi van, öreg? Küldjük be gyorsan! Hé! Hagyd még én az apámat! Jake! Nem keressük. Anya! Gyere! Az Istenit! Nem esett bajod? Tessék! Te tehetsz róla! Illetve mind a ketten! Szörnyetengé tettél minket! Fogd már be a szád! Bár sose jöttél volna vissza! Miért nem tűntél el örökre? Gyűlöllek! Majd megnyugszik, Jake! Jól van, jól van, jól van, nyugodj meg! Segíts óvatosan felültetni. Ez az, jól van. Kapaszkodj be! Hadd nézzem. Jól van, állj meg, nem mozogj. Nem, hiába, itt nem tudom ellátni. Azonnal be kell mennünk a rendelőre. Én is jövök. Nem, te maradj itt Judittal. Na de Caroline! Kérlek, Ben! Nem fog fájni, ígérem. Így né. Csak azért kötözöm be, hogy ne kelljen fertőzéstől tartanunk. Rendben? Lehet, hogy szédülni kezdesz majd.
az injekció után, úgyhogy akkor hajolj előre, hallod? Igen. Anya. Hm? Judithnak igaza van. Jobban jártatok volna, ha eltűnek. Még most se lenne késő. Ne is mondj ilyet. Nem csak rátok gondoltam, hanem az egész városra. Elvégre ezt akarják, vagy nem? Nem. Nem, Jake, azok az emberek ma este gyávák voltak. Ha holnap találkoznál velük a boltjaikban, mosolyogva bólintanának, miközben fizetsz. Én vagyok a gyáva. Úgy érzem... mint a ketté akarnának szakítani. Ha eltitkolom az igazat, az olyan... mint a méreg, tudod? Viszont ha bevallom, akkor apát is leültetik. Meggyűlölne érte. Akárhogy is, mindenképp végünk van. Az apát soha nem tudna gyűlölni. Mert nagyon szeret téged. Nem is sejted mennyire. És akár igaza van, akár nincs, a szívét, lelkét beladja. Persze néha meglehetősen lehengerlő tud lenni, mert olyan magabiztosnak tűnik. De neked nem kell ilyennek lenned. Tudod, ha nem értesz egyet valakivel, attól még szeretheted. Van úgy, hogy egy bizonyos ponton önállóan kell döntenünk. Igen, tudom, de apa annyit kockáztatott, értem. Egy percig sem habozott, egyszerűen csak megtette. Anya, nem okozhatok csalódást neki. Hogy tehetném ezt meg vele? Igen. Hogy is tehetnéd? Mrs. Ryan. Dr. Ryan. Sikerült. Megmondtam neki. Látja? Ugye mondtam? Nem is volt nehéz. Nem, félreértett. Én azt mondtam el, ami történt. Micsoda? Ben és Jacob nem az igazat mondták magának, Panos. Nem hinném, hogy maga erre ne jött volna rá. Nem tudom, mit évül lesz most. Azonnal jöjjön velem! Beszéljen! Sajnálom, emberek, nincs itt semmiféle szenzáció. Hiába is várnak, nem szolgálhatok nagy hírre. Na jó, most én jövök. Jacob nem tudja, ugye? Legalább ennek szólt róla? Te jó szagú Isten. Csak azt mondhatom, ha olyan a vérmérséklete, mint Jacobé, akkor aggódom magáért. A fiú örökölte ezt az apjától. Nem pedig fordítva. A gyilkos fegyver, az az emelő, ami megölte a lányt, most hol van?
Az sosem fog előkerülni, ígérem. Én nem árulom el, hogy hol van. Maga látta egyáltalán? Akkor ez csak másodkézből való információ. Akárcsak ez a bizonyos vallomás. A maga szava áll most szemben az övékkel. Továbbra sincs bizonyíték. Pálosz, tényleg baleset volt? Miért nem mondhatja el Jacob az igazat? Az én ügyfelem Jacob nem maga, nem is a férje, hanem a fia. És nincs az a pénz, amiért odaállítanám a tanúkpadjára, hogy az ügyész darabokra tépje. Én megvédem a fiúkat, még ha maguk nem is. Még akkor is, ha magát kell feláldoznom érte. Engem? Rideg, bosszúálló. Tele őrült paranoid gyanakvással a fia és az alsóbb osztálybeli szeretője iránt. A végére még maga lesz az újkori Médea. Ha továbbra is eltitkolja a tényeket. Ha egy bizonyos ponton nem törődünk bele, hogy mi történt valójában. Miért? Mi történt? Carolyn mikor fogja már fel végre? Ők elmondják az ő verziójukat, mi meg a magunkét, és ez a 12 ember dönti el az igazságot. Ez nem az igazság, maga különféle reklámkampányok versenyéről beszél. Én a fia megmentéséről beszélek. Akár csak én. Kizárólag ezért tettem, amit tettem. Végül is csupán egyetlen igazság létezik. Nem kértem a maga engedélyét, mert nem akartam. Ezt már nem engedhetjük meg magunknak. Jaj, drága doktornő. Maga meg az az átkozott igazság érzete. Meglátja, milyen sekélyesnek tűnnek majd az elvei, ha egyszerre romba dől a családja. De akkor már egyetlen árva szót sem vonhatám vissza. Jake, gyorsan, ébredj! Mi az? Hallgass meg, mit művelt anyád, most aztán elintézte. Képtelen volt befogni azt a nagy száját. Apa, ereszten ez fáj! Gyerünk! Mi történt? Majd anyád elmondja. Gyerünk, mondd el neki! Miféle élet várt volna ránk? Milyen élet várt volna ránk? Szeretlek, és meg akartalak menteni. De miért mentselek meg? Mi lennél? Ugyanaz, ami már 16 éve, és ami most is. Ennyi idő kevés volt ahhoz, hogy elég becsessé tegy? Sosem akartad megmenteni. Te hoztad ugyan a világra, de nem bírsz megbocsátani. Én mindnyájunknak megbocsátok. Jake. Az ég szerelmére, ne hallgass rá! Nem adhatjuk fel, most még megnyerhetjük Jaj, a pert! Hagyd már abba, ennyire nem bízol meg benne! Te meg én együtt még megvívhatjuk hagyd ezt a csatát! Hagyd már békén! Hagyd a fiamat! A fiad, akkor viselkedj anyához méltó! Jacob, Jake, ezt érted tettem, kettőnkért! Én csak megpróbáltam segíteni, ugye megértesz engem kisfiam? Nem pokoli túlzás azt várni a fiattól, hogy megértse az anyja, miért is árult el! Nem árultam el, nem mondj ilyet! Az Istenért, hagyjátok már abba! Mind a ketten. Hi, anya! Ébredj fel, Jacob eltűnt! Micsoda? Jacob! Elment, eltűnt! Nézd meg a konyhában és a ház mögött. Már megnéztem. Nézd meg újra! A jeep is eltűnt. Újra menekülés, ezúttal nem fog megállni. Nem, se ennivalót, se ruhát nem vitt magával, elő fog kerülni. És mi van, ha nincs szüksége ilyesmire? Mert teljes gázzal egyenesen belehajt egy fába. Uramisten. Nem, ilyet nem tehet. Ben, Carolyn. Jó lenne, ha velem jönnétek.
Tudják már? Jaj, Jake, megint menekülni akartál? Nem, azért jöttem ide, hogy vallomást tegyek az igazságról, ahogy nektek elmondtam. Tudom, nem fogjátok elhinni, de kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű. Hiába is akarom megtenni, mert közölték, hogy a szüleim aláírása nélkül nem érvényes a vallomásom. Apa? Most épp azt akarod. Azt hiszed, hogy ezt akarod, de Jake, még háborogsz a tegnap este miatt. Nem gondolkodsz józan. Tudom, mit csinálok, hidd el. Teljesen józanul gondolkozom. Megpróbálok kihagyni belőle, de mégis lehet, hogy bajba kerülsz, sajnálom. De tényleg ez... Ja, Istenem, Jake, hát azt hiszed, hogy csak erről szólt ez az egész? Egyetlen percig is? Nem, dehogy. Nem érdekel, mi történik velem. Mit gondolsz, miért tettem mindezt? Azt hiszed, hogy valami önző bolond vagyok, aki azt képzeli, hogy csak neki lehet igaza? Könyörgök, Jake. Emlékszel még rá, mit mondtál nekem? Azt mondtad, hogy szerinted nincs annál rosszabb, mintha valaki nem áll ki a családjáért. Ez az én megoldásom. Én így tudok kiállni, értetek? Értünk. A családunkért. Valószínűleg úgy is elfogadnák, ha csak anya aláírása lenne rajta. De nekem fontos, hogy te írd alá. Tedd meg a kedvemért, kérlek. Vedd úgy, hogy nekem van szükségem rá. Erősnek kellett lennem. Határozottnak kellett tűnnöm a ti érdeketekben. Értetek? De ezt nem bírom megtenni. Nem bírok olyasmiben közreműködni, ami elválaszthat tőlem. Ahhoz túlságosan szeretlek. Soha. Semmi sem választhat el engem tőled, apa. Ja. Ja. Kisfiam. Bár visszafordíthatnánk az időt. Soha sem hittem volna, hogy ennyire szeretlek. Nem is sejtettem. Jude. Langdale jó bíró. Okos és tisztességes. Azt hiszem, sikerült meggyőznem róla, hogy az adott esetben a börtönbüntetés túlzás lenne. Hiszem, hogy van némi esélyünk. Bár nem sok lehetőséget hagytak nekem. Ha jól sejtem, nem mi voltunk élete legsegítőkészebb ügyfelei. Miért nem adta vissza a megbízást? Mondtam, hogy megvédem Jacobot. És kíváncsi voltam a következő húzásukra. Figyelem, a bíróság bevonul. Kezdetét veszi a tárgyalás. A tiszteletre méltó Langdale bíró elnökletével. Üljenek le, kérem. A bizonyítékok és a tanúvallomások mérlegelése után a fiatalkorú Jacob Ryan ügyében ezennel a következő ítéletet hozom. Martha Taverner halála a bíróság véleménye szerint nem volt a vádlott által sem előre kitervelt, sem szándékos. Egy heves vitát követően csúnyán dulakodtak egymással, de bűnös szándék nélkül. Többek közt azt is értékelem, hogy mély megbánást tanúsítottál.
Szabad akaratodból őszinte vallomást tettél, és elutasítottad a tárgyaláson kívüli megegyezést. Ennek ellenére mégis bűnösnek talállak. Mert elszöktél, és eltitkoltad, hogy részed volt az áldozat halálában. Ezzel komoly kétkedést keltettél a bíróságban. Ráadásul nem bíztál a törvény nyújtotta védelemben sem. Jacob Ryan, kérlek, állj fel. Bűnösnek talállak gondatlanságból elkövetett emberölésben. És ezért arra ítéllek, hogy innen a Framingham-i fiatalkorúak javítóintézetébe szállítsanak, ahol nem kevesebb, mint 5 évet kell letölteni. Még mindig úgy gondolja, hogy megérte? Az apámnak majdnem 1 évet kellett leülnie a bizonyítékok megsemmisítéséért. Jacobot 2 év után feltételesen szabadon engedték. Most pszichiátriai kezelésre kell járnia. Szóval visszakaptuk őket, de egyikünk sem lett szabad. Előtte és utána. Ha Jacobra nézek, eszembe jut, milyen más életünk is lehetett volna. Valamennyiünknek. És ez a legszomorúbb az egészben. Hé, hey, Jude! Nézd! De mostanában már kezdem azt érezni, hogy lassan újra visszatér belém az élet. És ez valahogy megriaszt. Nem tudom, szabad-e, hogy így legyen. Talán az ember nem üzheti ki örökre a boldogságot az életéből. Ahogy a bajt sem. Az élet teljesen kiszámíthatatlan, és egy csapásra megváltozhat.